Sziasztok, Pala vagyok, és itt vagyok egy újabb vloggal, mert hogy ö, így összegyűltek így kérdések, meg óhaj, sóhajok, meg ezért rég volt vlog, ö, igazából ez azért volt, mert nem igazán éreztem magamban erőt, hogy a mondjuk a semmiről beszéljek, tehát hogy így alapvetően nem nagyon, nem nagyon volt olyan témakörünk, amivel azt lehetett mondani, hogy van értelme róla beszélni, egyáltalán érdemes elindítani egy videót. Alapvetően ugye ö, azzal, hogy, ö, hogy, hogy megszűnt mondjuk ö, a hírszolgáltatás jelentős része Magyarországon, nyilván én is jutottam megfelelő mennyiségű hírhez, így aztán nem is nagyon támadhattak túl sok gondolatom a történetről. Természetesen én is úgy gondolom, hogy a, az SFM mellett kiállunk és támogatjuk őket. Ö, nem feltétlenül kellett zajosan és hangosan tenni ahhoz, hogy megtörténjen a történet. Úgyhogy... Alapvetően, alapvetően most erre gyűlt össze annyi gondolat, annyi téma, amiről érdemes beszélni, és érdemes egy vlogot elindítani. Az első témakörünk, az, az alapvetően a, a most elindult élő adások, klettjére reagálnék, ahol, ahol, rengeteg, rengeteg ilyen kérdés jött mostanában, hogy mikor lesz tütükkézés, piálós live, ki mire gondol ez alatt, de a lényeg az, hogy alapvetően látom, hogy egyébként lenne egy piaci igény arra, hogy azt lássák, hogy én mit tudom én itt leajasodok piálás közben, élőadásban, vagy akárhogy. Alapvetően Persze biztos lesz, tehát hogy én, 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 én nem mondom azt, hogy most meg fogom változtatni magamat azért, mert nem leszek másmilyen ember, azért, mert más a csatorna neve, ugye? De mm, alapvetően ugye nem ez a fő profil, tehát hogy a, amíg mondjuk egy Molnárki ki esetében a, simán előfordult az, hogy ő ezt nyomja, mint... mint tartalom, addig ez nálam ugye nem, 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 ez a, nem ez a fő tartalom, hanem ez inkább csak színesítette az amúgy játszós időszakokat. Úgyhogy... Úgyhogy alapvetően nem ez a fő profil. Ez akkor lesz, amikor úgy alakul, amikor izé, amikor, amikor hegyekben áll itthon a pia, amikor hangulatunk van hozzá. Jelen pillanatban nem áll hegyekben itthon a pia, és nem is nagyon volt hozzá hangulatunk, hogy azt mondjam, hogy most hú, úristen, leülnék. Egyébként meg hát most, ezé. Nem akarok én itt gonosz lenni, de kurva drága lett a pia az elmúlt időszakban is, úgyhogy én meg nem állok úgy pénzügyileg, hogy most itt azt mondjam, hogy daj, daj, daj meg izé, úgyhogy nem, egyszerűen csak ennyi, hogy nem alakult úgy az életünk. A... Ja, ennyit a piálos live-ről, én úgy gondolom, hogy ez, ez így eléggé elmondja, hogy mi a helyzet. Oké, okay, weboldallal kapcsolatban nekem volt egy elképzelésem egy weboldallal kapcsolatban, de sajnos a domain név, amit akartam, az foglalt volt, úgyhogy írtam a tulajdonosnak. Egyébként ö, vicces, hogy miközben itt írtam össze nekem, magamnak itt egy Wordbe, igen, puskázok bevallom férfiasat, szóval egy Wordbe itt összeírtam magamnak, hogy miről fogok beszélni egy vlog alatt, közben telefonált a névnek a tulajdonosa, és úgy tűnik, hogy nyitott arra, hogy eladja a doménnevet. A, amikor, amikor majd eljutunk ide, akkor majd ott majd lehet, hogy fogom kérni a segítségeteket egy külön vlogba, de első körben ugye tudni kell a konkrétumokat, hogy mit akarok csinálni, mennyibe kerül, stb. Addig nem is akarok ugye erről erről érzé nyilatkozni olyan téren, hogy tehát, hogy hiába alkudozok én egy domain névre, hogy ö, tudjak csinálni mögé egy weboldalt, hogyha olyan árat mondanak, akkor nem fogom tudni átvenni, vagy tehát egy irreális árra nem is, nem is, akarok pénzt összegyűjteni, mert tehát, hogy itt azért, na, a lássuk be, hogy mi mennyit ér. Ö, úgyhogy azért mondom, hogy, hogyha ez, ez ügyben, a domain név van változás, akkor mindenképpen, mindenképpen erről még fogok referálni majd valami vlog tekintetében, de egyelőre itt tartunk, hogy legalább a kommunikációs csatorna megvan, van egy telefonszámom, hogy ki a domain név, és remélhetőleg a mm, név az innentől kezdve át tud hozzám kerülni. Ugye jelenleg a csatornán most két sorozat fut fixen, az egyik az a, a kis túlélő hardcore Minecraft sorozatom, um, elszütjük az alap Minecraft-tal. Ez alapvetően azért jó, mert nagyon-nagyon rég nem Minecraft-oztam, és... Uh, picit megismerem a legalább az alap Minecraftnak a lehetőségeit meg, tehát, hogy, hogy, hogy magát a Minecraft világát lássam újra, mert, mert nagyon elszoktam én is tőle, ez érthető okokból, úgyhogy, úgyhogy igazából tök jó, vicces egyébként az első részben az mókás volt, hogy egy hardcore sorozatot elindítok és 20 perc után két csontváz agyonlő, de tehát úgy alapvetően erről szól ez a történet, aztán, aztán nyilván tehát, hogy épül, épül a bázis, azért, azért csak fejlődgetünk, tehát nem visszafelé, hanem előre fejlődünk, szóval úgy egy idő után lesz minden is, ö, meg kell várni, hogy ez, ez kifejlődjön, addig viszont... Ö, ö, amikor, amikor, olyan időm van, meg, meg, meg annyi energiám meg főleg hangulatom Minecraftozni, akkor, akkor ez a Minecraft hardcore sorozat fog futni. Illetve ugye a másik sorozat, amit futtat, futtatunk, azt se indítottuk el, az a Seven Days to Die-ból egy gameplayünk, ami egy, egy, jó nagy random mapon vagyunk, lövésünk nincsen, hogy mi merre hány méter, mert ugye nem tudjuk, hogy merre vannak a dolgok a mapon, és taz alatt építgetjük a kis házikunkat, és kertészkedünk majd, meg minden. Ugye osztogatjuk le valamennyire a feladatokat, tehát hogy azért próbáljuk ezt értelmes keretek közé terelni. Úgyhogy, ja, azt, azt, viszont, azt, 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 azt kell mondjam, hogy rettenetesen élvezzük, tehát, hogy úgy rá vagyunk zombulva rendesen, már hogy a zombik is ránk, meg mi is a zombikra, ez ilyen kölcsönös szeretet, vagy mi a szösz, mi a bajtával, ők a fejükkel, na mindegy. A lényeg, hogy a Seven Days az egy ilyen kellemes, kellemes survival elegy. Nyilvánvalóan annyira megkönnyítettük magunknak a történetet, hogy, hogy azért ne nagyon szenvedjünk, tehát nem veszítjük el a felszerelésünket halálkor. Normál esetben nem sponolunk össze-vissza a világba. A tegnapi adásban úgy kezdődött a történet, hogy meghaltam, és elspónolt engem másfél kilométerre az éjszaka közepén, és nem bírtam haza sétálni, mert állandóan megevett egy kutya. Tehát, hogy így, így lemartam magam. Tehát, hogy az, az olyan volt, hogy a rohadt életben. De, tehát, hogy ilyen apróságokat leszámítva, egyébként úgy viszonylag jól el vagyunk ezzel a játékkal. Mondom, annyival, annyival van megkönnyítve, hogy nem veszítjük el a dolgainkat. Közben pityog nekem, uh, Évi, hogy öt percem van még. <laughs> Oké, okay. uh, teljesen mindegy, mert ki fogja bírni, hogy ha, mm, nem nem 5 perc lesz, hanem 7, maximum így átsétál így a hátam mögött, és látja, hogy vlogolok, esetleg beköszön, az se baj. Úgyhogy, na, szóval lényeg az, hogy a Seven Days to az, ugye egy ilyen kellemes, ilyen túlélős sandbox zombis valami, Viszont nem a legkönnyebb fokozatot játszunk, ezt azért hozzáteszem, hogy a, amikor az első játékot ugye elindítottuk, meg a WordGent, ami kiderült, hogy 15 percig tart, ami már engem is meglepett, megmondom őszintén, de tehát, hogy így alapvetően a zombik azok nem alapfokozaton vannak, hanem egyen magasabban, meg, meg, meg gyorsan futnak éjszaka, nappal nem, nappal, nappal csak úgy vannak. Egyébként érzékelhető, hogy a különböző fajta zombikat egyre, egyre, egyre matlerással egyre nehezebb agyon verni, és azért, azért komoly odafigyelést igényel. Egy-egy ilyen három-négy órás játék alatt nekünk sikerül annyira elfáradni, tegnap este konkrétan így elköszöntünk az adásban, hajnali kettőkor, ami jó, hát most, hogy tegnap estének hívjuk, hogy ma reggelnek ez, ez már csak nézőpont kérdése. De a lényeg az, hogy annyira elfáradtunk az adás alatt, hogy utána így el is köszöntünk, és így beestünk az ágyba. Tehát így esélyünk nem volt semmire. A baromi fárasztó egyébként 4-5 órát koncentrálni, és hát ugye a játék nem teszik könnyebbé a helyzetet, szóval ráadásul ugye ez a frissített verzió. Ez nem csak grafikailag frissített verzió, hanem néhány játékmenetbeli változás is történt. Ilyen például az, hogy a, a, zombik most már nem feltétlenül a legegyenesebb úton jönnek szerintem felénk, de na mindegy, szóval mozgatjuk mi az agyunkat menet közben, meg gondolkodunk, meg, meg nézzük, hogy hogy tudunk fejlődni, de, de mindenképpen el fogunk odáig jutni, hogy, hogy megvédjük magunkat, és kemények vagyunk. Ezt is ilyen hosszú távúra tervezzük. Nem mondom, hogy állandóan van időnk egyébként játszani, mert nem, nincsen mindig időnk játszani, de amikor össze tudjuk hozni ezt a minimum két és fél három órát, tehát aminek úgy már van értelme neki ülni, akkor, akkor azt összehozzuk, úgyhogy igen. És akkor, akkor most néhány, néhány Kérdésre szeretnék válaszolni. Alapvetően ezek ilyen innen-onnan befutottak, és ö, nem, is, nem is nagyon szeretném nevesíteni, mert ö, mert igazából véve szerintem mindenkire vonatkoznak. Ö, de 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 ugye azért gondoltam, hogy ilyen kérdésekre is szoktam reagálni, mert ö, vannak ilyen. ilyen azt mondanám, hogy gyakran ismétlődő kérdések, és amíg ezeket nem írom össze legalább egy ilyen szöveges dokumentumba, hogy azt mondjam, hogy rálinkelek, és akkor olvasd el egyiket, addig, addig legalább szóban reagálok rá. Aztán, akinek, akit nem érdekelnek a kérdések, az meg úgyis itt fogja kilőni a videót, utcát, mindegy. Az első ilyen kérdés, hogy miért nem válaszolok a levélre, a, ugye? Kapok néha egy-egy e-mailt, -egy e ez az abba az izé. Egy, Egyhogy nem nézem naponta, tehát hogy ö, alapvetően ugye nem a privát levelezésemre fut be a levél, ami, ami, amit nekem küldtök, hanem arra van egy külön gmail fiók, amit egy külön böngészőből nyitok meg időnként. Mondjuk azért hetente megnyitom, szóval ö, nem nézé, nem de tehát hogy nem azonnali reakciót kapsz, ez azért előfordul, hogy ö, így alakul. A másik, hogy nagyon sok esetben olyan a levél, hogy se füle, se farka. Tehát, hogy ugye egy levél, egy e-mailről beszélünk, azért, azért úgy alapvetően elvárható, hogy, hogy a tárgy az a tárgyat jelölje, a megszólítás, szia, izé, ez vagyok, az vagyok, ezt szeretnék, azt szeretnék, ez a kérdés, az a kérdés, stb. Ha, ha, ez, ha ez, ez nem jön össze, akkor nem reagálok a levélre, mert a se füle, se farka levélre nincs értelme reagálni. Nagyon-nagyon gyakran látok olyat, hogy a tárgyba beírnak egy kérdést, a levél üres, és, és így nem tudsz vele mit kezdeni. Szóval, ez a, a, ki vagy te, hogy ezt mondtad? Ez a tárgy. Van egy feladó, nyilván egy e-mail címmel, és, és ennyi a levél. Ezzel nem tudsz úgy kezdeni. Tehát, hogy erre azért nem válaszolok, mert ez nem egy levél számomra legalábbis. A, az emberi kommunikációnak minimálisan vannak formái. Legalább az, hogy így megszólítás, leírom, hogy mit szeretnék, elköszönés, név, izé, nem vála, aki nem vállalja az arcát, az, a, a, annak, annak nem mindig tudok reagálni, mert, mert hova. Tehát, hogy kinek, kinek válaszolok és mire. Ez, ez azért így egy, szerintem egy alapvető kérdéskör. Sok, sok olyan kérdés érkezik be hozzám, hogy lehet-e velünk játszani. Alapvetően nyilván nem zárkozunk el semmitől. Itt inkább, inkább a, hogy mondjam, nem akarok csúnyát mondani, inkább azt mondom, hogy aki hozzánk jobban tud igazodni, mi, a, mi azzal fogunk tudni már csak együtt játszani. Akár privátban, akár felvételben. Ez azért van, mert nekünk is van magánéletünk, és, és, és a magánéletet elkülönítjük a, a mondjuk a YouTube-ozástól is. Tehát, hogy a, a publikus megjelenés és a magánélet az két külön dolog. Amikor én privátban játszok a, mondjuk a tazzal este három kör aramot, lefutunk a lolban, és nem közvetítjük, akkor... Akkor, akkor, hiába írogatnak rám, hogy most hagyj jöjjenek velünk játszani, mert, a, mert, mert, mi ott beszélgetni megyünk föl alapvetően, a mi történt veled, hogy van a gyerek, mi volt a vacsora, stb. Tehát hogy aztán ott tényleg mindent szabadon megbeszélünk, amit nem feltétlenül akarunk mindenki előtt megbeszélni, de hát gondolom ezért ti is így vagytok, hogy azért nem mindenkor, nem mindenkivel akartok kommunikálni, és nekünk ez a pihenés, ez a, ez a lazítás, és hogyha Hogyha ezt nem különítjük el, akkor egy idő után megőrülnénk. Nagyon szívesen beszélgetünk veletek, nagyon szívesen tudunk veletek akár játszani is. Nagyon sok esetben előfordul az, hogy akár egyedül játszunk, de, de hogyha lenne valaki, akkor játszanánk vele. De de nem, nem akarunk ö, ö, mindent kiteregetni, mert ezzel, ezzel már több körbe ráfáztunk az elmúlt időszakba, ö, elég csak a fareket nézni, aki az egyik napról a másikra eltűnt, mint szürke szamára ködben. Tehát, hogy ö, így, így e, ilyen téren mi már nem akarunk ezekbe belefutni, mert nem, nem, nem ezért ülünk le, nem ezért, nem ezért vagyunk a gép előtt, hogy, ö, hogy azon gondolkodjunk, hogy hova tűnt ez a jó ember. Na ezek az eltűnések, ezek nekünk nem kellenek. Köszönjük szépen! A, azt mondom, hogy ha, ha tudunk normális mederbe kommunikálni, akkor azért a másik, hogy hát ezt ne e-mailbe írjátok le szóval ott van a Discord, lehet írni, azért ott a közösségbe szoktuk látni, amikor írnak nekünk, tehát hogy így nem biztos, hogy azt is azonnal észreveszünk, de egy idő után észre szoktuk, ha nagyon elszalad, akkor nem biztos, de akkor kell másodjára próbálkozni. Aki akar velünk kommunikálni, annak egy idő után összejön, ha ez sikerül normális keretek között megtenni, úgyhogy nem kell, nem kell azért ennek a nagyon nagy feneket keríteni, mi is, mi is szívesen megismerünk új embereket, de normális keretek között. Ö, ö, volt ilyen kérdés, na jó, ezt nevesítem, a miért nincs vlog, ezt ugye YouTube-ról szokta állandóan kérdezni, miért nincs vlog, miért nincs vlog. A, én nem vagyok hörbi gyerekek, tehát ugye nem fogom azt elmagyarázni nektek, hogy megettem a rizses húst az dobozából, mert nincs értelme ennek, ez, ez szerintem már reality kategória, és ugye nem nyomunk most reality-t, tehát ugye ez a profi jelen pillanatban nem játszik, ami azt jelenti, hogy ha, ha nem reality, akkor, akkor, akkor fogok vlogolni, amikor, amikor, van mondani valóm, és most jött meg az évi, mindjárt jövök, szóval, amikor van mondani valóm, akkor fogok vlogolni, magáért a tényért, hogy megjelenjek egy, és, és pofázzak valami fasságról, arról, arról nem szeretnék pofázni. Tehát az a pofázás a semmiről kategória. A, utolsó kérdés az az volt, hogy hol van a Faktorió, mert hogy ugye volt Faktorió a csatornán. Ö, nagyon szeretnék Faktoriózni, de egyedül nem. nem. Tehát köszönöm szépen, egyedül nem szeretnék Faktoriózni. Túl szertágazó játék ez ahhoz, hogy egyedül nyomjam. Ö, jelen pillanatban, ha azzal a közös játékidőnket ugye most Seven Days fordítjuk, és ha nem tudájazni fogunk, akkor még valószínűleg modos minecraftozni szeretnénk együtt, és ugye itt a limitált játékidőnk miatt nem tudunk mindent, illetve a Taznak nincs is meg a faktor Tehát hogy ez a három így összességében azért azt eredményezi, hogy most ilyen például egy kicsit talomba van téve a történet, nem elfelejtve van, csak talomba téve. Oké, okay, remélem, hogy mindenkinek kielégítő mennyiségű kommunikációval sikerült elmondanom, hogy semmi nem történik, de legalább, legalább a túró örül, mert van vlog, úgyhogy érzékeny búcsút veszek tőletek, hogyha bármi kérdésetek, óhajatok, sohajotok vannak akkor nyomjatok alulra egy kommentet, fölőre egy lájkot, jobb fölőre egy feliratkozást, tudjátok a dolgotokat, szerintem nem kell elmagyarázni. Sziasztok!